Anna Franka a tragikus sorsú német zsidó lány életét ismerhetik meg a Vörösmarty Mihály könyvtár kiállításán. A tárlatot mutatjuk be az Esti Mérlegben, maradjanak velünk! Anna Frank, a tragikus sorsú zsidó származású német lány több kiadásban megjelent naplóját és az általa írt könyveket is kezükbe vehetik a tárlatra érkezők. A vándorkiállítás 1997 óta járja az országot, most a Vörösmarty Mihály könyvtárban is megtekinteti a közönség. A kiállítás elsődleges célja Anna Franknak, az írónak a megismertetése, a történelmi korba helyezés, amelyben élt, ezáltal a tolerancia, az elfogadás fontosságára hívnánk föl a figyelmet. Mi az, amivel találkozhat ide itt a látogató, aki ide érkezik a kiállításra? Egy nagyon színes kiállításról van szó, mint ahogy ez itt mögöttem látható is, és a tárlatvezetés, illetve a kiállításhoz tartozó foglalkozás is egy nagyon interaktív, vidám foglalkozás, tehát hangsúlyoznom kell, nem egy holokauszt kiállításról van szó, hanem mindenképpen a tinédzser korosztályt megszólító, egy fiatal tinédzser, vidám lánynak a bemutatását szeretnénk megvalósítani. Mondta, hogy interaktív ez a kiállítás. Mi teszi interaktívvá ezt a kiállítást? Az Anna Frank háztól nagyon-nagyon sok anyagot kaptunk, amit a foglalkozások során felhasználhatunk, rengeteg képi anyaggal, és természetesen a naplóból származó szövegekkel dolgozunk. Mit lehet tudni egyébként az ő írásairól? Mennyire sokat írt, milyen témákban írt, milyen műfajokban írt? Talán kevésbé ismert, hogy a naplóján kívül több mesét, sőt egy színházi drámába is belefogott. Ennek a címe Mesék és történetek a hátsó traktusból. 1942. júliusban Margó behívott kapott a munkatáborba. A család a bujkálás mellett döntött. Otto Frank üzletébe az amszterdami csatorna mellé költöztek. Otto Frank úgy tervezte, hogy innen Svájcba fognak menni a németek elől. A rejtekhely az épület hátsó frontján volt. A naplójában ezt hátsó traktusnak nevezte. A bujkálásban Otto Frank négy régebbi dolgozója segítette őket. A külvilággal kapcsolatuk kizárólag rajtuk keresztül valósult meg. Nagyrészt tőlük tudták meg, mi történik a világban, a háborúban. Tőlük kaptak mindent, ami a létfenntartásukhoz szükséges volt, élelmet, ruhát. Anna naplójában meleg szavakkal emlékezett meg róluk. Anna olvasása és tanulással töltötte az idejét. Folyamatosan írta bejegyzését a naplóba, érzéseit, gondolatait a családról, világról, háborúról. A háború és a zsidóüldözés ellenére hitét nem adta fel. Az utolsó bejegyzés 1944. augusztus 1-e. 1944. augusztus 4-én reggel a rendőrök egy ismeretlen feljelentés alapján körbefogták a házat. Kérdezősködtek, majd elmentek. De később visszatértek és módszeresen átkutatták a házat, felfedezték a titkos épületszárnyat, a rejtőzködőket megtalálták és elhurcolták. Csak Mieb Gist nem tartóztatták le. Westerborgba vitték a Frank családot, Hollandia északi részén álló ideglenes táborba. Mieb Gist később visszatért és magához vette az ott maradt iratokat és személyes holmikat, köztük Anna naplóját is, bízva abban, hogy a háború után átadhatja Annának és a családjának. Anna és a család Westerborgba 1944. szeptember 2-án az utolsó deportáló szerelvényen indultak Auschwitzba társaikkal együtt. Három nappal később érkeztek meg. Táborban azonnal elkülönítették a nőket és a férfiakat egymástól. Édesapját ekkor látta utoljára. Az átszállított személyek közül a 15 éven aluli gyerekeket azonnal gázkamrába küldték a nácik. Anna Frank 15 éves volt, tehát ez őt nem érintette. Magába zárkózott, édesapjával a kapcsolatban meg volt győződve, hogy a németek megölték.
Október 28-án a nők közül 8000-et, köztük Annét Margot, Hannovertől északra elhelyezkedő Bergen-Belseni táborból szállították el. Edith Frank Auschwitzban maradt. 45 márciusában tifuszjárvány tört ki a háborúba. Körülbelül 17 000 fogva tartott meghalt. Röviddel később Margó, majd Anna is pár héttel azelőtt, mielőtt a tábort 1945. április 15-én az angol csapatok felszabadították volna. Halálának pontos dátuma nem ismert, kutatások szerint március közepe volt. Pilinszky János a naplóírásról az alábbiakat írja. A naplót én írom, és később napló kezd írni engem. Ő lesz az író, és én az írás. Ő a toll, és én a füzet. Egy napló nem arra való, hogy nyomot hagyjunk a világban. Ellenkezőleg. A hajnal vagy az éjszaka csendjében épp ahhoz segíthet hozzá, hogy megszabaduljunk önmagunktól. Pilinszkynek ezt a megjegyzését bármely naplóra vonatkoztatni lehet. Mi több, ha komolyan vesszük az egy-egy írásmű megértéséhez vezető utat, és annak tanítását, hogy a művek csak is hatástörténetük révén lehetnek irodalmi alkotások, akkor megnő a naplók értéke. Édesapja gondolta arra, hogy ezt ki kell adni, mit lehet tudni a történetről? Egész pontosan azt tudjuk, hogy Anne hallott arról, hogy a háború végeztével majdan a holland kormány összegyűjteni azokat az anyagokat, írásokat, amik ez alatt az időszak alatt születtek. És ő ekkor átdolgozta a könyvét, már ilyen szempontokat figyelembe véve, gyakorlatilag tudatosan készült az írói pályafutásra, újságíró, író szeretett volna lenni, és ezt le is írta a naplójában. Mikor az édesapja a táborokból visszakerült Hollandiába, és kezébe került a lánya naplója, amit nagyon-nagyon nehezen tudott elolvasni, tapasztalta ezt, illetve olvasta a naplóban, hogy Anne erre készült, hogy a könyve, a naplója megjelenhessen, és ez indította őt arra, hogy a kiadásba fogjon. Mit lehet tudni egyébként az eredeti naplóról, hol tekinthető meg, hol nézhetik meg így a világban, akik jelnek tudni erről? Az amszterdami Anne Frank házban természetesen ez megtekinthető, bár a berendezéseket nem tartották meg, pontosan azért, hogy a nagyszámú látogató be tudja járni ezt a nagyon aprócska helyet, de ott megtekinthető a napló, illetve nekünk van szerencsénk egy másolatát kézbe venni, ami a kiállításnak a látogatói könyve. Ezeket a könyveket egyébként kezükbe is vehetik a gyerekek, akik ide érkeznek erre az interaktív kiállításra, beletekinthetnek, beleolvasgathatnak? Természetesen ezek a könyvek a könyvtárunk állományában megvannak, kölcsönözhetőek, és van egy kuriózum is, az Anna Frank ház jóváhagyásával a naplóból egy képregény is készült, ami ennek a korosztálynak most különösen népszerű olvasmánya. Ez a hatalmas paraván eléggé színes és sok információ van rajta, de ezen kívül még, ha jól tudom, akkor Anna Franknak a lakóházát is bemutatja. Így van, a kiállítás része egy makett, amelyben a ház látható, és külön kiemelve van egy a hátsó traktust, ahol ezt a bő 2 évet töltötte ez a 8 személy, még inkább átélhetővé teszi azokat a körülményeket, amiben a bujdosás éveit töltötte a család. Ugye mondta, hogy 9-15 éves korosztályt várnak erre a kiállításra. Hogyan érkezhetnek csoportosan, egyénileg, hogyan foglalkoznak velük majd? Természetesen az egyéni látogatókat is várjuk. Tárlatvezetésre, a csoportoknak előzetes bejelentkezésre van szüksége. Akkor ez azt jelenti, hogy jöhetnek az osztályok tanítókkal, tanárokkal együtt, és felfedezhetik egy 15-16 éves kislánynak az életét. Így van, nagyon sok szeretettel várjuk mind a fehérvári, mind a fehérmegyei iskolás csoportokat.
Mit üzenhet a mai modernebb gyerekeknek Anna Frank személyisége, az ő élete, és hát ha azt gondolom, akkor tragikus sorsa? Hát a mai fiataloknak egyrészt én szerintem, hogy a mai kor a telefonokról szól, és az, hogy ne csak a telefont nézzék, hanem egyrészt olvassanak, másrészt az, hogy maga a naplóírás. Ami azt hiszem, hogy ma már ez nem olyan divat, mint esetleg 20-30 évvel ezelőtt, hogy gondolataikat, akár a saját életüket, akár a világról alkotott képeiket vessék papírra. Ez mindenképpen egy olyan kulturális élmény egy gyereknek, egy fiatalnak a fejlődési szempontjából, ami nagyon fontos. Tehát ez így általánosságban maga a naplóírás. Ezzel önmagában ugye a fogalmazást, a jobb kifejezést azért megtanulhatják. Maga Anna Franknak a naplója azért nagyon sok egyéb üzenetet is hordoz. Egyrészt ugye egy fiatal, mai szóval élve egy tinédzser lánynak a mindennapjai örömeit, bánatait, aggódásait, a világról alkotott, abban az időszakban elképzeléseit vetette partra, és nyilván hát ezt senki se tudta abban az időben, hogy ez egy maradandó alkotás lesz. Igaz, hogy egy napló általában ez egy személyes alkotás, amit az ember magának ír, de hát történhetnek olyan események, és nem csak tragikus, hogy ez abból egy olyan alkotás esetleg születik, amit egy nagy közönség is megismerhet. Egy fiatal lánynak a életbe való hitét mutatja be, utána meg az aggodalmait, illetve az, hogy mi történt a családjával. Az apukájával, akiről ugye úgy tudta, hogy már nem fog élni, és nem fog vele az életbe találkozni. Másrészt meg felhívja a figyelmet, tehát a toleranciára, másoknak a tiszteletben tartására, más véleményeknek az elfogadására, illetve a gyűlöletkeltés ellen szól ez az alkotás. A tárlat június 30-áig tekinthető meg a könyvtár zenei és számítógépes részlegén. Holnap újabb témával várjuk Önöket az Esti Mérlegben, viszontlátásra!